Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Kedves hallgatók, szervusztok, amelyik közületek nem kedves, őt is köszöntöm, egyedül van, és Babi néni. A mai adásban megpróbáljuk megtenni annak a mérlegre helyezett súlynak az ellenkezőjét, azt felépíteni, amit két hete hagytunk itt a levegőben. Ez volt a nőhöz jutás méltóságáról, vagy éppen helyességéről szóló 40 pontos listánk, hát ez elég hosszú volt. A nőhöz jutást azt hiszem, hogy úgy próbáltuk értelmezni, hogy hát a férfit azért az az ösztön hajtja, hogy minél többször esélyt teremtsen arra, hogy utódokat hagy maga után. Nyilván értjük, hogy miről van szó. De úgy gondoljuk, hogy a nőt az... A nők többször mennek bele egy ismerkedésbe, vagy jönnek össze egy férfival, úgy, hogy ők abban a tudatállapotban vannak, vagy abban a hiszemben vannak, hogy akkor ez most valaminek a kezdete. Nyilván nekik is előfordul olyan, hogy mondjuk az önbecsülésüket fölépíteni, beleugranak valamibe, amiről ők is tudják, hogy hát ez nem fog sokáig tartani. De azért jobbára azt gondolom, hogy próbálják annak oda adni magukat, aki valami tartósat ígér. Míg a férfiak azt gondolom, hogy aki a sarkon befordul... Ígérnek az, tartósat azért, hogy valaki odaadja magát. Igen, és az 50%, hogy aki a sarkon befordul, az beülhet az anyósülésre, és akkor majd lesz valami, aztán egyszer csak ott találják magukat, hogy hát ho-ho, valakivel ez mégiscsak működik, de a szándék nem feltétlenül ez volt. Na most ennek megfelelően a nőhöz jutás listája a férfiak részéről az arról szólt, hogy hogy fognak egy nőt lefektetni, hogy fogják a saját 10-es pontszámú mondjuk a hatosukat, hetesnek feljavítani egy 8-as szemében, mert ugye a nagy kimondatlan szabály, hogy az ember az X plusz 1 és X minusz 1 iránt tud érdeklődni, és az X minusz 2-vel már nem áll szóba, úgyhogy a te dolgod, hogy vagy jobban nézel ki, vagy nagyobb eredményeket mutatsz föl, vagy addig dumálsz, amíg el nem hiszik, hogy te egy szomszédos kategóriából érkeztél. De az X plusz 2-höz sem mersz oda menni. Tehát ugyanez a probléma, hogy az önbizalmad képezi az egyik korlátot, a külsőd a másikat. Na és akkor itt és a... akkor között, a kettő között van egy kétszámi egynyi ösvény, és akkor ezen tudsz botorkálni, amíg zsákolni nem tudsz. Na most a férfihoz jutásnak a hasonló listáját férjhez jutás top 20-nak neveztük el. Csizi Ági van most itt a körünkben, és ő fogja ezt végigvezetni. A nőhöz jutás esetén a pontok között, ahogy haladtunk, az volt igazából a feltétel, hogy hát az első pont az a teljesen normális és őszinte és egészséges és senkinek kárt nem okozó, míg az utolsó az a galád, hazug, sunyi és mindenféle egyéb rosszat is meg tudtunk róla nevezni megközelítés. Itt most nem tudom, hogy mi hogyan azonosítjuk, de nagyjából a teljesen ártalmatlantól az okéson keresztül az ez már bátor. Aha. Ez már necces, fú, ez nagyon gáz. Igen, hát hogy a gáz mit jelent, hogy az aljas, vagy nem őszinte, vagy bántó, vagy szenvedést okozó, ezt pedig majd megfejtjük. Tartsatok velünk, és a 0630 011 07 25-ös listán kifejezhetitek elégedetlenségeteket, hogy mi maradt ki, vagy micsoda ember csinál ilyen listákat, és hogy erre semmi szükség nincsen. De ezt mondjuk nem kell elküldeni, mert ezt most én elmondtam. Kösz. Hogy kezdődik ez? Mi az, ami teljesen normális, amit megtehetsz azért, hogy a végén családot alapíthass és férhez juss? Első pont, megfésülködés, fogmosás, otthonka helyett farmer felvétele.
és ezzel lesétálás a közértbe. Ez nem, ahelyett, ez hogy nem ott egy van, nagy minimum akkor. Hát egyébként van amikor, de hogyha körülnézel, akkor ez is kihívást tud. Nem, mondjuk ez így tényleg az alap. Charlie bácsi megmondta, hogy aki szép, az reggel is szép. Na de hogy? De annak már van valaki, aki reggel látja, hogy előző nap azért az otthonkát farmerra kellett cserélni, és meg kellett mosni a fogát legalább. Én biztos vagyok benne, hogy vannak olyan csajok, akiknek nincs szükségük arra, hogy lecseréljék az otthonkát, meg hogy megfésülködjenek, meg hogy fogat mossanak. Most úgy csinálunk, mintha otthonkában születnénk, és azt valamikor 10 évesen levennénk, hogy elkezdjünk ismerkedni, majd 69,5 évesen újra felöltenénk. Szerintem meg nagyon nagy tévedés egyáltalán így fölvetni a kérdést, hogy hát a fogmosás, meg a fésülködés, úgy azt képzeljük, hogy a férfiak is olyanok, mint a nők. A férfiak nem olyanok. A férfiak a nőhöz jutáshoz, igen, a fogmosás, meg a fésülködés nagyon nem árt meg. Mert a nők azok ezekre a dolgokra odafigyelnek. A férfiak meg, mint tudjuk, egyáltalán nem. Tehát a... kellően... hát ez, nem. Jó, oké, lehet, hogy te nem figyelsz rá oda, de ez a lista, ez alapvetően nem arról szól, hogy a férfi minek dacára hajlandó. Még mindig összejönni azzal a nővel, hanem hogy a nő, aki már nagyon akar egy párkapcsolatot és vagy férhez menni, az milyen stádiumokon tud keresztül menni, vagy milyen lépcsőfokokat tesz. Igen, valami normális szertartást csinál végig, vagy egészen feladja az elveit, vagy lealjasodik, vagy feladja igen. magát, vagy kiszolgáltatja magát azért, amiért cserébe egy nyugodt családot remél. És hát még az, hogy megfésülködtem, azt tudod, gondolom, hogy ez egy normális emberi. Én lecserélem a kedvedért az első pontot arra, hogy kilépés a lakásból. Én is ezt éreztem ebben, hogy ez így jobb. Hogy így sokkal jobb. Oké. Okay. Igen, de ez elkerülhetetlen. Nagyon nehéz igen. úgy ismerkedni, hogy egyedül vagy bezárva. Na most tartunk a első számú feltételnél, igen. Kettes pont. Már cáfolni fogod, tudom, civilizált öltözékben közértbe menés, de ugorjuk át a civilizált öltözéket. A mondat második része viszont helytállóbb, nem teljesen lesütött szemmel. Tehát az első részben még kimentél levinni a szemetet, márhogy kiment a nő. A második részben kimegy az utcára, és hajlandó egyáltalán észrevenni, hogy körülötte vannak még mások. Elmész bárhová, intézni a bármilyen dolgodat, de nem úgy, hogy szemkontaktust se vegyél fel, és úgy csinálj, mint aki még otthon van. Tudod, ez a napszemüveg, fülhallgató, lesütött szem, és bezárulsz egy ilyen burokba. Jó, hát ebben sem látok semmi bűnöset, és valóban nem elég kimenni a lakásból, hanem valami kontaktust kell majd teremtsen, amennyiben ezért ment, bár nem hiszem, hogy ő mondjuk a lakástól a bankig, vagy a lakástól a munkaig, vagy a lakástól a közértig meg szeretne ismerkedni leendő férjével. Erről van szó szerintem. Megint visszakanyarodnék oda, hogy a téma eredendően, a feladatom az volt, írjam össze, hogy egy nő miket kell, hogy megtegyen azért, hogyha férhez akar jutni. Tehát én értem, hogy ez nem feltétlenül szükséges, de nőként körülbelül itt lehet elkezdeni. Meg egyébként hány ilyen romantizált történet van, ahol tényleg egy idegennel egy lépcsőn egymásba botlanak, vagy lejt egy cetlit, és ő fölveszi, vagy megpillantják egymást az utcán, és amikor harmadszorra pillantják meg egymást egy éven belül, akkor felbátorodik igen. az egyikük. Szóval ez én úgy fordítanám meg, hogy ide. Nem azért mész be a bankba ügyintézni, mert férjet akarsz, de ha férjet akarsz, vagy járni akarsz nőként, akkor mondjuk legalább oda menjél el, és ne online intézd. Valahogy így. Uh-huh. Ma is háromszor beléptem az e-bankomban, és még mindig nem szólított le senki. Igen. Hát mondjuk, hogyha a kaját házhoz rendel, akkor reménykedhet a futárban, de nagyjából ennyi. De ez már egy pornófilmnek a kezdete, amikor megjön a futár. Nem, a gázszerelő van. Nem láttad a futáros pornót? Nem. Majd mutasd meg reklámid alatt. Ez egy klisé, olyan, a vízszerelős is klisé, meg a pizzafutár igen, is igen, meg klisé. A kertészfiú, aki kint nyesegeti a rózsaszokrokat. Ez mindegyiknek persze. van egy munkahelye, azért ezt mindig úgy ez élvezem, hogy... Igen, de tudod, amikor leveszi a nadrágot, akkor már látod, hogy nincsen alsó nadrág. Tehát látod, hogy nem kertésznek jött valójában, hanem a kertészet volt a mellékállás, és a főállás az, ami most jön. Igen, talán a slag köti össze a kettőt, de aztán ennyit erről. A hármas pont. Hármas pont. Munkahelyre, iskolába, tanfolyamra, vagy bármilyen típusú közösségbejárás, és ott megszólalás mások előtt, mondjuk folyosón, vagy liftben, vagy kávégépnél, vagy filmmásológépnél. Tehát, hogy expozálod magad, hogy te létezel. Hogy legalább annyit mondasz, hogy szia,
vagy hogy kérsz-e kávét, vagy hogy hogy kell bekapcsolni ezt a gépet. Tehát valamit úgy ott vagy. Nem, de nem illegeted magad, hanem nyitsz valaki felé, aha, aki érdekel. Igen, de ez nem úgy megy. Hát, tehát, hogyha egy nő föl, lesüti a szemét, és nem néz föl, akkor az nem azért nem fog tudni összejönni egy férfival, mert az a férfi az annak nem fog megtetszeni, mert nem látja az átható tekintetét, hanem azért, mert ő zárkózik be, mert ő nem akar ismerkedni, mert ő még az előző kapcsolatában van érzelmileg, még a sebeit nyalogatja, tehát ő nem nyitott erre. És hogyha fölnéz a kapucni alól, és megvillantja a szemét, akkor már mindent megtett, ami szükséges, és akkor már tényleg csak a férfi múlik a dolog. Tehát, hogy valójában itt ez nem úgy néz ki, hogy a férfinak kell, hogy a nő a férfinak kell, hogy megtetszen. Hanem arról van szó, hogy a nőnek önmagában kell megtalálnia a hajlandóságot arra, hogy ismerkedjen. És értve, mit mondasz, de hát van olyan személyes tapasztalatom is, hogy de, igenis, vannak olyan helyzetek, amikor érdemes lépni, vagy lépni kell, vagy ennél még egy későbbi pontig is lépni kell ahhoz, hogy a másik zárkózottabb, lehet, hogy ő tökre el van másra foglalva a saját kis világával, és hiába mész el előtte háromszor, nem vesz észre. Tehát azért a férfiakat én nem vonnám ennyire egy kalap alá, hogy bárki, aki elmegy előttük, és nem süti el a szemét, arra ráugranak. Egy férfi nem azért nem megy oda egy nőhöz, mert az a nő nem tetszik neki, hanem azért, mert nem mer oda menni, mert attól fél, hogyha oda megy, akkor megszégyenül. Hát így néz ki a képlet. Hogyha lenne egy piros LED minden nőnek a feje erre fölött. Erre való a szemezés, hogy pontosan a férfiak zöme nem ért, és nem mer érteni a jelekből, de hogyha lenne egy egyértelmű, félreérthetetlen piros LED azoknak a csajoknak a feje fölött, akiket haza lehet vinni, hogy most rádióbarát módon fogalmazzak, akkor ezek a férfiak nem haboznának. De világháború lenne, de ez valami rettenetes lenne, amit most mondasz. Csodálatos lenne. Nem, egyáltalán nem. Ez valami borzalmas lenne. Viszont ebből a pontból Ha borzalmas, akkor le kell oltani a ledet, ha nem tetszik. Tudod? Ez minden hölgy számára adottság. Na jó, de az jó lenne azt a ledet, az egy férfi látná, aki ott megtetszett neki az utcán, nem pedig 70 ember, aki megrohamozzam. Lehet, hogy nem azt akarja, hogy vigyék haza ma este, hanem hogy vigyék haza holnap után, meg azután, meg még azután is, és lehetőleg ugyanaz az egyen. Zöld leddel, vagy egy sárga leddel lehetne jelölni. egy hosszan villogó, vagy röviden villogó leddel. De egy ilyen led az annyira sokat segíten a szerencsétlen önbizalom hiányos férfiak, hogy nem igaz. Éveket spórolhatnának. De hát a Tinder az ez a led, Robi. Ott pontosan annyi hangzik el, hogy te szóba állhatsz velem, mert még akármi is lehet belőle, vagy épp semmi, nézzünk utána, de az, hogy írsz nekem egy sort, az nem fog azonnal visszautasításba torkollani. Pontosan ezt veszi ki az egyenletből, hogy a teljes zsákba macskára ráfus tiszta erőből, és utána a kapufára csúszál. Minden esetre ebben a pontban azért benne van az, hogy mondjuk egy ilyen gimnáziumi közösséget képzelj el a múltadból, ahol voltak ezek a csöndes gyerekek, fiúk is, lányok is. Ők is egyedül érzik magukat, vagy lehet, hogy akarnak társat, viszont ők azt a társat intimebb, kettesben eltöltött időben akarják, és nem tudják azt az erdőt átvágni, ami a társas érintkezés, ami a buli, ami a tudod, szülinap, köszöntés, üdvrivalgás, lelátón üvöltözés, sportolás. Ők nem tudnak mit kezdeni a 10 emberrel, meg az 1000 emberrel, és de egy embert szeretnének, de nem nyílnak ki, nem néznek fel onnan, mert a 40 emberrel való érintkezésben ők félnek, nem akarnak részt venni. Azt gondolom, hogy ez a pont esetleg nekik szól, tehát akiket soha senki nem vesz észre, mert ott van 4 másik, aki kelleti magát, annak egy picit előrébb kell lépnie, és ebben semmi gáz dolgot nem látok nyilván, hiszen egy 20-as lista harmadik pontjánál tartunk, ezeket meg kell tenni. A következő pont is az hasonló, mint amit most te mondtál, hogy még inkább afelé megy, a barátokkal találkozás nyilvános helyszínen. Tehát nem átmenni egymáshoz, és ott üldögélni a kanapén, és arról beszélni, hogy azért most már olyan jó lenne egy párkapcsolat, milyen kár, hogy pont nincs itt a kanapén egy férfi, hanem mondjuk elmenni egy minimum egy
kávézóba, vagy egy koncertre, vagy valahova, ahol uram bocsá, előfordulnak más emberek is kettőjükön kívül. A házi buli az, ami olyan, hogy békbiztonságot jelent, de lehet, hogy 25-nél nem lesznek többen, és abból 14-et ismerni fogok, és azért van benne egy olyan fluktuáció, hogy ott meg fog jelenni valaki, akit nem ismersz, és még mindig fedél alatt vagy, a barátaiddal vagy, nem vagy annyira kiszolgáltatva, és nem muszáj részt venni a diszkózásnak az elbábozásában, ahogy szoktam mondani, hanem mehetsz a konyhába, meg a gangra. Igen, meg a házi buli műfaj az amúgy is egy nagyon király dolog. Ez egy más kérdés, hogy kevesebb van most már, meg hogy mondjuk 30 év fölött viszonylag kialakult társasága van szerintem mindenkinek, tehát arra nagyon appellálni, hogy majd egyszer csak hát, ha bejön egy új Józsi a körbe, mert valaki elhozza a még nem látott cimboráját, hát akkor lehet, hogy nagyon sokat kell várni. Hát és ahogy a barátaid, akik extrovertáltabbak voltak, akik nyitottabbak voltak, többet jártak társaságba, megtalálták a kis párjukat, és a vendégségek, avagy házi bulik, ugye a kettő között a tánc és az ételnek a minősége nagyjából a vízválasztó, azok a vendégségek már úgy néznek ki, hogy mindenki hozza páros a párját, activity. És te meg ott ülsz egyedül, mint nő vagy mint férfi, egyre inkább úgy tűnik, hogy akik téged eddig csordaként segítettek, azok már nem tehetnek érted semmit, hanem egyedül el kell menned, ki kell mozdulnod. Érdekes, hogy a negyedik pontban a barátok pataiddal találkozol már, amennyire vannak. Én azt érzem, hogy aki nem nyilvános helyen ismerkedett meg bárkivel, az a munkahelyéről vagy az iskolából szerezte a párját, ami az vagy előző online. Pont. Ami meg majd még egy későbbi aha. pont. Smink, fodrász, előnyös öltözködés, annak megmutatása lakáson kívül című ötödik pont, ami egyébként már összevonható a barátokkal. Tehát egyáltalán de ez más, mint a férfi, ez más, mint a fésülködés. Hát az más, persze. Hát azt, hogy megfésülködsz, és az, hogy láttál ilyen smink videókat, tanáltam, gondolom, sokat nézel ilyet, de gyakorlatilag teljesen át tudja alakítani egy nő a külsejét azzal, hogy a kezébe vesz hát, néhány de nem az történik, hogy plázakon formát tudja formálni, tehát hogy azzá a kirakat babává, azzá a jó nővé tudja magát formálni, ami hát ez a... Az ez ideálhoz a, tud közelíteni, hát a bármelyik évtizedről is beszélünk. Ki tudja magát önteni műanyagból. Ez ízlés kérdése, mert van az, akiről ti beszéltek, van ez az egyen Instagram nő, valószínűleg férfiban is van ilyen, hogy egyszerűen nem ismerném föl, hogy ez most a Brigi vagy a Móni, mert tényleg pont ugyanúgy néz ki mind a kettő, de nagyon szép, meg minden, de ugyanaz a szemöldök, ugyanaz a szájtartás, stb. De ez ennek vannak egyéb fokozatai is, tehát, hogy igenis, a sminkkel tök jó dolgokat lehet csinálni ízlésesen, az öltözködéssel is. Itt kezdődik az, hogy eddig mondjuk az első négy pontban az ember elég volt ahhoz, hogy egy embert keressen, de fel kell hívnia a figyelmet magára. Úgy tűnik, hogy ő lehet, hogy egy jó ember, de nem elég figyelemfelkeltő, és akkor itt elkezdődik a verseny a többi nővel, hogy hát akkor engem vegyenek észre. Akkor én itt nem tudom, mint ahogy a férfi kifesti magát, amikor vadászni megy, én most kivestem magam, amikor családot alapítani remélek, vagy amikor hát a társaságba megyek. Ez egy rituális dolog is. De ahogy a Robi mondja, igaza van, hogy egy középhez húzzon, meg az igazság, hogy tényleg vannak szép emberek, de azt akkor veszed észre, amikor látsz egyet. Most azt gondolod, hogy az egyik rokonod szép, de amikor tényleg jön valaki, aki szép, vagy tényleg jön valaki, aki csúnya, akkor rájössz, hogy ez az emberek 2%-a, vagy, és nagyon sokan átlagosak, és ezért az átlagosságukkal az ápoltságuk tud egy kiegészítő töltet lenni, hogy akkor meg ez... tudom, hogy néz ki az, aki nem hagyta el a szemöldökét, és akkor én ebbe így beleállok, hogy az évtizednek megfelelő az arcom. Nem, hát arról van szó, hogy van egy ilyen know-how, hogyha nem vagy elég szép, vagy nem tartod magad elég szépnek, vagy nem felelsz meg a kor ízlés világának, vagy annak az ideálnak, annak a szépség ideálnak, ami alapján azt mondják a kortársait, hogy na, ez mennyire jó nő. És akkor ugye te el vagy könyvelve, hogy nem olyan jó nő. Viszont van egy ilyen know-how, ami nagyjából olyan, mint amikor egy autót generáljavítanak, hozzátartozik a műköröm, hozzátartozik a hidrogénperoxidozása a hajadnak, akkor egyáltalán a kihúzatása, vagy daerolása, függően attól, hogy milyen jellegűen akarsz, milyen módon akarsz jó nő lenni. Igen, műkörmök, tudod, szolárium,
az ehhez tartozó sminktippek, az ehhez tartozó ruhák, az ehhez tartozó kéztartás, viselkedés, mind-mind ellesve a plázából, a pláza szépségideájából, ebből a jó nőségből, ami egy felülről a szépségipar által diktált jó nőség, amire mindenki eljuthat. Ez nagyon jó üzlet, mert tudod, mindenkiben önbizalom hiányt kell kelteni, mindenkit egy kicsit le kell frusztrálni, hogy nem vagy elég szép, és meg kell villantani a lehetőséget, hogyha ezen a generáljavításon te keresztül mész, akkor belőled jó nő válhat. Valójában nem jó nő válik belőled, hanem a te speciális mienségedet ezzel a plázamaszkal, ezzel a kommer szépségideállal, ezzel beburkolják, lefedik. Szerintem ez egy minősített eset már, amiről te beszélsz, és hogyha én legalábbis nem erre gondoltam, mikor ezt hányadik pontba raktam, ötödikbe, hogyha erről lenne szó, akkor ezt már azért lejjebb vagy följebb, vagy tehát tízes környékére tettem volna, beleértve mondjuk némi ajakfeltöltést, némi ilyet. Tehát, hogy azt úgy nem, lehet kihozni magadból az előnyösséget, anélkül is, hogy pláza konformá válnál. Tehát, hogy én is kisminkelem magam, én is felveszek egy magas sarkot, hogyha jól akarok kinézni, láttál már rajtam műkörmöt, büdös életben nem. Tehát ennek azért vannak ilyen árnyalatai, de tök leértem. De a magas sarkú az például nem erről szól, hogy egy nő megkínozza magát azért, hogy szebb látványt nyújtson a férfiak dehogy szemében. Dehogy nem. Hát, hogy valójában ez nem is egy ilyen, igen, de nem szemét dolog, tudod, nem kell a férfiakat okolni, senki nem kényszerít egyet. Nem a férfiakra mondtam, hogy szemét, hanem a magas sarkú intézményére. Hanem azokra a cipő multikra, vagy nem tény, cipőket gyártó divatházakra, amelyek legyártják ezeket, és kvázi a szépségnek, meg a vonzerőnek a kellékévé teszik a magas sarkat, mert hogyha magas a sarok, akkor az úgy billenti meg a tartását a nőnek, hogy akkor ugye a segge is szebb, a vádlia is szebb, valahogy az egész tartása, hosszabb a lába, tehát vékonyabb. Igen, és az egész vonzó, csak járni nem lehet benne. Mindig megvoltak szerintem több száz évre visszamenőleg azok a trükkök meg technikák, amiket bevetettek férfiak és nők egyaránt, hogy az aktuális szépségideálnak megfeleljenek. Hát volt, amikor még különböző természetben fellehető eszközökkel húztak most már tusvonalnak nevezett vonalat a szemük fölé, meg voltak a különböző öltözékek, volt, amikor a férfiak hordtak magas sarkút például bizonyos korszakokban. Csak itt két különböző szépségről van szó. Az egyik szépség az, amit a teremtőtől kapsz, vagy mondjuk úgy, hogy a genetikától kapsz. Uh-huh. Ami a te szépséged, amihez nem kell sminkelned, amihez elég a csipát kitörölnöd a szemedből, mondjuk egy kicsit megfésülködnöd, és tudod, így hátravetned a hajadat. És akkor az a szépség az úgy kiárad. És akkor van ez a másik fajta szépség, ami tulajdonképpen nem a szépség, hanem szépség helyett egy fröccsöntött szépség, ami azoknak jár, akik ebből a genetikusan meglévő szépségből nem kaptak. És akkor ők elsajátíthatják ezt a plázakonform szépséget, kvázi szépség helyett, ezt is szépségnek nevezzük, mert ha nem így neveznénk, akkor már nem tudnánk olyan jól értékesíteni, akkor már nem lehetne annyit elkérni egy szolibérletért, nem lehetne annyit elkérni egy műkörömért, nem lehetne annyit elkérni egy daerért. De hogyha ez szépséget kínál neked, akkor ez azt jelenti, hogy a genetikádat visszamenőleg felülírhatod, pedig hát nem. Az nem a te szépséged lesz, az a pláza szépsége lesz belőled, gyártva, téged elfüggönyözve. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en. A férjhez jutás 20-as listájáról beszélgetünk szépen, potyogunk lefelé az egészen normális, egészséges és szükséges nyitásoktól, attól, hogy egyáltalán ott az emberek közelébe menj, majd odáig, amivel érezni fogjuk, hogy mi lehet éppen a bajunk. A hallgatók közben segítenek SMS-ekkel, például Robinak a ledlámpás felvetéséhez kapcsolta hozzá hallgatunk, hogy Robi, a hindu csajokon van led a homlokukon. Nagyon jó. Ezt akartad te. Csak tudod, először tudni kell, hogy az egy LED, és azután meri az ember leolvasni. Most, hogy tudom, hogy egy LED, mostantól lemerem olvasni. Aztán kérdezi más, a túlzott sminkelés nem egyfajta őszintétlenség?
Hát a túlzott az, de hát ez ugyanaz, mint a túlzott pusát melltartó. Minden, hát, ami nagyon összerakás. Előbb-utóbb lekerül, igen. És akkor megszületik a kérdőjeles tekintet, hogy hova tűnt aztán a melled, drágám. Ötletember írja, a legvonzóbb akkor egy nő, mikor jól érzi magát a bőrében, vagy hitelesen el tudja játszani, hogy így van. Na hát ez a két kategória, ez nagyon nem ugyanabban a ligában játszik, de az biztos, hogy aki jól érzi magát, az olvasható arról az emberről, és ezt szépé teszi. Van egy ilyen közhely, hogy az igazi szépség belülről fakad. Ez igaz is, meg nem is. Van a szépségnek egy olyan tartalma túlmenően a genetikán, és most akkor szóba se hozzuk ezt a plázában öntött, vagy 3D nyomtatóval nyomtatott szépséget, ami belülről sugárzik ki, ami valójában ez a legéterikusabb rétege a szépségnek, ami főleg a mosolyból tud kiáradni. Egy belső nyugalmat, egy belső harmóniát, egy belső önbizalmat, meg egy olyan érzést sugall, hogy az illető az ott van, és akkor van, ahol és amikor a helye van. Tehát, hogy egyszerűen a helyén áll. A maga helyén áll a teremtésben. És ez, én azt hiszem, hogy ez a szépségnek ez a legnehezebben definiálható rétege, amikor az ember egyszerűen, ez nem is egy testi szépség, hanem azt hiszem, hogy ez a belső derűnek ez a kisugárzása. És azt hiszem, hogy ez a legvonzóbb, azt hiszem, hogy ez talán még annál a genetikus szépségnél, hozott szépségnél, a Palvin Barbie szépségénél is vonzóbb tud lenni, meg is izgalmasabb tud lenni, amikor az ember ezt látja kiáradni egy nőnek a szeméből, meg a mosolyából. Csak ugye a legkönnyebben megszerezhető szépség az, amit örököltél és tényleg szép lettél. Tehát akinek gyönyörű szülei vannak, és lett egy gyönyörű ember, aki 5 évesen is egy gyönyörű kisgyerek, és 19 évesen is egy gyönyörű fiatal lány, és 64 évesen egy gyönyörű nyugdíjra készülő nő, minden pillanatában az életében szép. Aztán, amit viszonylag könnyű megszerezni, valószínűleg az első ilyen az a műköröm, lehet, hogy tovább tart akár, mint egy alapfodrász, de azt gondolom, hogy ez nem vesz annyira igénybe, és még csak egészséges sem kell különösen legyen. Ezzel élnek a legtöbben. Aztán jön a haj, és akkor utána jön ez a plázához konformizált különböző sminktechnika, vagy valamilyen előnytelen részednek az elfedése, és amit nem említettünk itt a szépség kapcsán, nyilván a sport. Tehát a testmozgásból következő testforma azért az nagyon nehéz, de ennél is nehezebb az az egészséges lélek, ami utána egy egészséges kisugárzást eredményez. Ezért van az, hogy amit az SMS-ben írtak, hogy vagy hitelesen el tudja játszani, hogy sajnos ez nem állja meg a helyét. Ezt a fajta szépséget eljátszani nem lehet. Amikor egyszerűen valaki mellett jó lenni. Én nem tudod, hogy miért. Hide nem the tudod, pain hogy Harold, mi... vagy Hermina. Hide the pain Hermina. De tudjátok, belőle. Van az, amikor valakivel megismerkedtek, és különösebben úgy ránézésre nem is szép, és nem is kell, hogy ellenkező nemű legyen, akár csak egy barát, de ahogy elkezded megismerni a személyiségét, egyszerűen egyre szebbnek látod. Tehát, hogy fizikailag is szebbnek látod, ez megvan? Nincs. Nagy csönd. Hát jó, de ez az érzelmek, igen. Itt az érzelmek vetülnek rá, tehát azért jó, látod egyre szebbnek, mert egyre jobban beleszeretsz, és mivel hogy a nők azok ennyire érzelmiek, hogy a gyakorlatilag az érzéseik, azok elfüggönyzik előlük a realitást, így olyankor te már nem őt látod, tehát nem olyan módon látod, ahogy egy külső szemlélő látja őt, hanem a benned élő szépség, amit ő iránta érzel, ami a te elfogódottságod iránta, az rávetül. És ezért látod napról napra egyre szebbnek. Nem csak beleszeretésről beszélek, akár barátokról is. Tehát, hogy akit megkedvelsz, akinek a belső szépsége rád hat, azt egyszerűen elkezdett fizikailag is szebbnek látni, mint ahogy első ránézésre. De... Szerintem úgy van ez, hogy a belső szépséget azt hiszem, hogy nem lehet megszerezni. Tehát azt a testi szépséget, meg azt a testi vonzerűt, amit sporttal meg lehet szerezni, amit imént említettél, az rajtad múlik, azt megszerezheted, vagy azt elszalaszthatod. De ez a belső szépség, ami így kiárad, én azt hiszem, hogy ezt az ember vagy megkapja a gyerekkorában, egy olyan harmonikus családban, ahol önmaga lehet, és nem várják el tőle, hogy olyas valaki legyen, aki ő nem,
hanem egyszerűen csak hagyják, hogy az legyen, aki, és szeretik azért, és elfogadják azért, amilyen, az megszerzi otthon azt az önbizalmat, meg azt a fellépést, amiből kiárad, kisugárzik ez a belső szépség. De hogyha ezt otthon nem szerezted meg, mert a szüleid nem tudtak úgy szeretni, ahogy az neked jó, vagy ahogy az azt te óhajtottad, akkor te belőled felnőttként nem ez a nyugalom és ez a belső biztonság fog kiáradni, hanem egy nagyfokú bizonytalanság, vagy egy exaltáltság. De nem állandóan, ez egész biztos, hogy rosszul hat rá, de van az a véglet is szerintem, akit meg annyira engedték, hogy önmaga legyen, és bármit megtehetett, és mindig nagyon ügyes vagy, Tibike. Hogy visszataszító lett. Hogy egyszer, igen, hogy attól meg azért menekülnél, mert annyira imádja önmagát, hogy te viszont elfutnál, igen, a környezetéből. De tudod, egy gyerek, akit egyszerűen csak békén hagynak. Tudod, megkapod a szeretetet, ha óhajtod, de hogyha nem, akkor békén hagynak. Nem tukmálják rád, figyelnek rád, de nem folytogatnak az öleléssel. Ha szükséged van az ölelésre, akkor gyöngéden bevonnak az ölelésbe, de hogyha nincs szükséged rá, akkor békén hagynak, és nem terhelik rád a szeretetüket, nem akarnak megváltoztatni, hanem olyan lehetsz, amilyen vagy. De hogyha megkapod ezt a normális, harmonikus közeget a gyermekkorodban, akkor ennek a közegnek a harmóniája fog belőled felnőtt korodban kiáradni. Igen. Most sok embertől elvettük a reményt, úgyhogy evezzünk át a hatodik pontra, ami... Online ismerkedés, ami rosszabb helyen szerepelt a Nőhöz jutás méltósága című listán. Én ezt egyáltalán nem tartom ördögtől valónak, hát édes Istenem, házi bulikban ritkán ismerkedsz meg új emberrel, munkahelyed már 5 éve ugyanaz, a közérben nem sűrűn mennek oda 2 zsemle vásárlása közben. Hát, a barátaid összepárosodtak igen, már. Igen, hát akkor online ismerkedsz, nagy ügy, úgyhogy ez csak egy ilyen állomás. Mm-hmm. Én akkor kötöttem ki az online ismerkedésnél ilyen 28 éves koromban kb., amikor a barátaim szerintem a ma is meglévő feleségeiket nagyjából megtalálták, és így elfogyott az a hát akkor fölülök a hátsó ülésre, vagy megyek a bicikliük után, hát ha lepottam valami. Mert amúgy ahhoz a tevékenységhez, amiből ismerkedés származott nekik, ahhoz nekem semmi kedvem nem volt. Tehát én gyűlölök ilyen, imádom a zenét hallgatni, de nem szeretek elmenni ezekre a hangos zenés helyekre, ahol gyakorlatilag a pantomimezésen kívül nem sok eszköz maradt a kezemben, hogy pontot szerezzek. Jó, nem ördögtől való, szerintem a hetesre, igen. Ismerkedni vágyó férfiak el nem hajtása, csak azért, mert nem felelnek meg a tökéletes zsánernek. Tehát a 172 centi vagyok, jól néz ki ez a fickó a munkahelyen, a buliban, a nem tudom, hogy hol, de hát én 180 alatt azért én csak nem, tehát azt ezek kéne. Ez pedig 175, hát akkor nem találkozom vele. Tudod, na, ezt elenged. Ez a zsáner, ezek a zsánerek, ezek mennyi ember boldogtalanságáért felelősek. Ja. Ezek az ideák, amiket legyártottak Isten tudja hol, Isten tudja kik, lehet, hogy egy nagyon rossz fej barátod vagy barátnőd, lehet, hogy egy tévésorozat, vagy egy romkom, amit láttál, vagy egyáltalán egy olyan eszmény, aminek a boldogságodhoz semmi köze, de legalább akadályozza azt. Gondolj bele abba, hogy a Tinderen, amikor beixeled ezeket a szempontokat, milyen szempontok alapján szeretnél választani, hány évesnél ne legyen fiatalabb, hány évesnél ne legyen idősebb, hány centinél ne legyen magasabb, alacsonyabb. Nem cizellálják, de igen. Meg kilométer. Igen. Aha, meg hány kilométerre lakjon tőled. És amikor amikor ezeket beixeled, hány olyan potenciális partnert zársz ki az ismerkedési körödből, aki mellett boldog lehetnél, aki mellett eltölthetnél egy boldog életet, csak hát 25 kilométernél távolabb lakik éppen most. A következő 40 évben esetleg lakhatnátok együtt, de nem. Ez a fiú egy évvel fiatalabb nálam, azért az fiatalabb, nem. Fiatalabb, idősebb, nem elég magas. Tudod, Kordon a drágot hord, hogy lehet így eljönni egy randira, a büdös életben nem találkozni. Én is azt hiszem, hogy akiknek ilyen problémáik vannak, és ilyen szempontokat érvényesítenek az ismerkedésnél, azok azt hiszem, hogy annyira talán nem is akarnak ismerkedni. Aha, csak tudod, ők még annak, hogy azért róla. Igazából, hát tudod, ha valaki ennyit válogat, tudod, az lehet, hogy nem is igazán éhes. Hogyha valaki az étlappal a kezében már 10 perce ül, és nem tud választani, lehet, hogy nem éhes.
Én itt ezt akkor látom igazán helytelennek, ha olyanról fogalmazza meg, hogy nem kell, aki amúgy tetszik neki. Tehát, hogy tetszik a Tibi, de 5 centivel alacsonyabb, vagy tetszik a Tibi, de hát egy évvel fiatalabb nálam. A tetszik, de. Mert ha egyébként nem tetszik, akkor nyugodtan fogjuk rá, hogy azért, mert alacsonyabb vagy, mert valami bajom van vele, amivel nem akarom megbántani. Ja, értem. Hát ha ezt kommunikálni kell, akkor majd talál valamit, tudod, így meg irgalmaz annak, hogy mégse kelljen megint azt hallani, hogy valójában az a paramétere az, ami 10-ből 9 esetben a gátja annak, hogy ismerkedjen. De így közben én ezt rettenetesnek tartom, hogy mondjuk egy 165 centis nő odaírja, hogy ő egy 185 centis férfival akar megismerkedni, de minimum. Amúgy jól néznek ki együtt mindenféle magasságú emberek, de hogy mert ő 17 centis sarkat... Amiért ő ezt akarja, most nem a lapos talpú cipőben, hogy ölelgetni a nagy macit vagy a kosárlabdázót, hanem mert ő 17 centis tűsarkat hord, úgyhogy akkor legyen 182. Jaj, nagyon jó, a cipőjéhez válasz partnert, nagyon jó. Csak akkor biztos boldog lesz. Azon a férfin mi az a mesterségesen hozzátett dolog, ami nem ő, aminek a kapcsán elvárásai lehetnek a nővel szemben? Tehát, hogy mondjuk a férfi mit hazudik el, nem a testparamétereit mondjuk, lehet, hogy behúzza a hasát, hanem inkább szerintem a pénztárcáját vastagítja, hogy a Lada sluszkulcsra fölrak egy merci emblémát, és akkor pörgeti, és annyit mond úgy, hogy kinnál a Lada, hogy nekem Ladán van, de mercis kulcs tartom, úgyhogy ide mercis csajok jöjjenek. Na, ugye az ilyen a magas sarkúra való centi elvárás Minden téren ugyanez történik, hogy a látszat kiszorítja a létet. A kirakat kiszorítja az üzletet. Ugye minden a kirakat, minden látszani, és semmi sem lenni. Tehát nem valójában nem a neked megfelelő partnert választod, hanem az ismeretségi körödnek, meg a Facebook feliratkozóidnak megfelelő státuszszimbólumot magad mellé. Te nem a saját elégedettségedet ostromlod, hanem a Facebook ismerőseidnek az elégedettségét veled, meg az irigységét, meg az elismerését hajszolod, aztán csodálkozol, hogy miután te voltál az utolsó szempont, hogy aztán nem leszel boldog azzal az illetővel, akivel olyan jól festetek együtt. Vagy pedig, amit te is mondtál, nem is akar igazán kapcsolatot. Azért az egy elég ütős elképzelés volt. Vagy tudod, nem tud lemondani az A-tervről. Azt hiszem, hogy ez a nőknek a legnagyobb krízise manapság, hogy az A-terv vagy semmi. Igen, tudod? Tehát, hogy most oké, összejövök vele 5 centivel alacsonyabb, de mi van, ha közben egy napot vártam volna még, és ott jön a 182 centis, aki egyébként nem fog jönni. Játékszenvedély, olyan, mint a jackpotra hajtás, hogy nyertél ma már a kaszinóban, de nem a jackpotot nyerted meg. Ezért ott van még egy filléred, nem marad. Feltétlenül csak a mások előtti szereplés, hanem meggyőződésem, hogy a saját maga előtti minősítés. Tehát, hogy akkor én nem is vagyok már elég jó nő, hogyha kénytelen voltam lemondani arról az elképzelésről, hogy nálam 3 évvel idősebb legyen. Nem tudom, ez egy elképzelés, hogy szerintem van egy ilyen is, meg talán, én nem is tudom, talán valami naivítás, tehát lehet, hogy annyi centi lesz, meg lehet, hogy annyi idős, meg még az is lehet, hogy annyit fog keresni, de hát tökéletes, úgy sincs, akkor majd róla ki fog derülni, hogy horkol, hogy nem rakja el az oknit, hogy mit tudom én, hogy hülyék a barátait. Tehát olyan nincs el, hogy az összes, hogy ír az ember egy 82 pontos listát, eleve ne írjon listát. De most ha ír, épp listával foglalkozunk. Hogy a válogatás igényességének, meg a válogatás szempontjainak a tekintetében nem árt észben tartani, hogy a férfiak, és itt most azért itt a nőkre vonatkozóan sokkal fontosabb és sokkal meghatározóbb ez a szempont. Mert a férfiak nem futnak ki olyan könnyen a termékenységükből, mint a nők. De egy férfinak 60 évesen sem probléma gyereket csinálni, egy nő meg 41 néhány évesen kifut a termékenységéből. Tehát, amikor egy férfi azt mondja, hogy hát nem elég magas, hát nem elég alacsony, hát túl sok kilométerre lakik, hát ez nekem annyira nem, hát 10-es skálán 7-es, de én jobbat érdemlek, mert én 9-es vagyok. Szóval, amikor ezeket mondja, természetesen ugyanúgy felel a saját boldogtalanságáért, és ugyanúgy belehajtja magát ebbe az élethosszig tartó tinderezésbe, de azt hiszem, hogy ezek az ideológiák nagy
részt azt is szolgálják, hogy egy életen keresztül tinderezhessek. Az igazinak a keresése, az egy szabadkártya az élethosszig tartó tinderezésre. Viszont egy nő nem csak a boldogtalanságáért felel ilyenkor, amikor válogat, és még azt mondja, hogy hát én ennél talán jobbat is tudnék találni, hanem valójában azt kockáztatja, hogy végül kifut az időből, és végül egyáltalán nem lesz gyereke, csak azért, mert az A tervet vagy semmit. És tudod, a B terv vagy a C terv hozná, szállítaná a gyereket, és utána még mindig ostromolhatnád az A-t. Ha már van egy gyereked, még mindig szem előtt tarthatnád azt, hogy te megtalálod a magad 185 centis cégvezetőjét. Csak attól félnek ezek a nők, hogy hát a gyerek bizonyára akadályozná őket a pasizásban. Bizonyára az már egy rossz pont lenne. Olyan lenne, mint egy szépséghiba. Vagy nem kellek senkinek gyerekkel. Ez erről van szó. Igen. Csak tudod, és ennek a következménye az, hogy akkor még egy kicsit gyúrjunk az A-tervre, hogy a végén teljes csőd legyen, és összeomoljon az életterved. Eddig azokról beszéltünk, ahol a nő passzív volt, eltekintve az online ismerkedéstől, most akkor már kanyarodjunk, hogy ott idegenekkel szemezés, flörtölés, tehát hogy valamilyen jele, minimum jelek adása, hogy igen, itt vagyok, vegyél észre. Ez a nyolcadik pont a listán. Én ezt sem érzem még gáznak. Egyáltalán nem gáz. Eddig itt osztottuk az észt, de azt gondolom, hogy teljesen oké, hogy bátorítson valakit. Ez az a LED, amiről a Robi beszél, hogy felnézzen, valakire ránézzen, hogy nézd, én nem csinálok úgy, mint aki egyedül van ebben a szobában, uh-huh. És kezdj vele valamit. Ennél egyel bátrabb lépés a 9-es, amikor már egy konkrét kiszemelt férfinálnél kezdeményezel, de még csak óvatosan. Én ezt amúgy irigylem, amikor valaki, tehát nem az van, hogy nyitott, és majd válogat azok közül, akik szóba álltak vele, hanem kiszemel valakit, és meg akarja szerezni. Uh-huh. És akkor nem tudom, oda megy, tudná segíteni ezeket abban, hogy hogy működik ugye? Ez a kondigép, vagy mit tudom én. Tehát, hogy valami kis ráutaló beszélgetés, amiből már földobja a labdát, hogy szia, barátom, pattogtasd, mert itt ezt most oda dobtam neked. Én ezt most ilyen emberi dolognak gondoltam, Robi, hogy a férfi, tehát van olyan ismerős csávó, akinek nagyon tetszett valaki, és őt szemelte ki, és annak barátja volt, és aztán eltelt egy kis idő, és még mindig őt akarta, és a végén elvette feleségül. Tehát, hogy ez a... tényleg őt akarta. Uh-huh. Ez szerintem ez értékes, és van egy olyan lánybarátom is, aki megkinézett egy pasit magának, aki még nem annyira vette észre, de ő meg azért nem akar annyira rámenős lenni, mert aztán mi lesz utána, azért. De tudod, úgy alakítja a dolgokat, és nem egy hét után mond le róla, vagy az első lesz szólítás, hogy szevasz, akarsz ezért fölmenni? Nem, én csak táncolni jöttem le a barátnőimmel. Ja, jó, akkor rohagyd meg. Ugye, mert ez szerintem ez a kis párbeszéd, ez elhangzik egy 1500-szor egy ilyen zenés táncot szórakozóján. Ugye kitárulkozol, hogy érdeklődsz, a másik azt mondja, hogy ő nem, és akkor neked mondanod kell, ja, csak vicceltem. De tudod, ez azért van, de tudod, ez azért van, mert hallatlanul megalázó, amikor az embert visszautasítják. Fordíts meg. Napot kívánok! Érdekli, hogy szeretnék! Tessék parancsolni! Vezetékes telefonunk van! Az SMS számunk egy mobiltelefonszám. Mi akkor ilyenkor a kell? Mobilra tessék küldeni 0630... Lassan tessék mondani, lassan, akkor írjuk! 0630... 01... 30... Igen? 011 0725, tessék visszaolvasni! Na, adj ide! Igen, pillanat! 06... 01 nincs, csak 6. 0630 011 0725. Tessék, adom át valakinek a telefon. Na. Ennyit csókolom. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Sziasztok! A férhez jutás méltósága című listával foglalkozunk, ahonnan elindultunk az egészen alapvető dolgoktól, mint hogy például egyáltalán emberek közé megy a nő, és hát ki tudja, hogy hova jutunk el, de hát egyre kellemetlenebb pontokig fogunk eljutni. Most még a tök okénál tartunk, úgy gondolom. Arról beszéltünk az előbb, hogy óvatos kezdeményezés a kiszemelt férfival, és hát akkor jöjjön a 10-es pont, amikor randira hívás egyértelmű módon. Tehát összeszedi a bátorságát a lány, vagy a nő,
és azt mondja, hogy figyelj, van kedved eljönni velem erre a koncertre, vagy megnézni a filmet, vagy hát ki hogyan fejezi ki magát. Szerintem ebben semmi méltóságpusztító nincsen. Tehát én nem gondolom, hogy ez vagy ez kétségbeesésnek a jele volna. Tehát én azt gondolom, hogy ha van a szexuális forradalomnak vívmánya, akkor az, hogy ezt egy nő teljes joggal megteheti, épp úgy, mint egy férfi. Abszolút egyetértek. Viszont csak sajnos mégis nehezebben lépi meg, tehát hiába az emancipáció, hiába tanulták meg a nők, hogy nekik ez szabad, mégsem óhajtják, és elsősorban azt gondolom azért nem, mert a visszautasítás az nagyon kellemetlen, és ők nem akarják kitenni magukat ennek, ezért aztán inkább azt a szereposztást preferálják, hogy ők rezektetik a szempillájukat, a férfi meg szégyenüljön meg, és semmisüljön meg a színük előtt, ha lehet. Valószínűleg van egy ilyen csoport is, másrészt nem itt szocializálódtunk, tehát nem nagyon sajátítjuk el ezt a rutint, nem tudjuk, hogy hogyan kell csinálni. Mert így kényelmes, Ági, azért. Figyelj, volt egy olyan időszakom pár évvel ezelőtt, amikor komolyan foglalkoztatott, de egyébként akkor nagyon elvisz szinten a kérdés, hogy jó, hogyan ismerkedjen egy nő. Annyira foglalkoztam a témával, tehát komolyan vettem, mert láttam magam körül, belértve magamat is, hogy ezt nem tudjuk. Gondoltam, hogy csinálok ebből egy könyvet. És elkezdtem beszélgetni férfiakkal, de a legkülönbözőbb férfiakkal, akik elvileg, aztán feladtam az egészet a fenébe, akikkel órákat beszélgettem arról, hogy nekik mi válik be. Hát akkor adtam fel a könyvírást, amikor az 5. beszélgetés végén úgy döntöttem, hogy hát esélyem nincs kitalálni, hogy mi a jó megoldás, hiszen találkoztam olyan férfival, aki azt mondta, hogy igen, kezdeményezzen a nő, jöjjön oda, mert én úgy sem merek, de oda is eljutottunk, hogy ha már bejelöl engem egy nő Facebookon, az nekem már olyan szintű kezdeményezés, hogy ez nekem leves, mert túlságosan kitárókozik, és én akarom felszedni. Tehát, hogy egyáltalán nincs a férfiak között sem egyezményes egyetértés abban, hogy milyen módon kezdeményezzen a nő, az milyen hatással van rá, és itt tovább. De ez nem is kell, hogy annyira számítson, ugyanis én érzek ebben, hogy a nő nyit valaki felé, és ő fedi fel alapjait. Nyilván van benne egy lehetőség arra, hogy visszautasítással találkozzon. Ugyanakkor lehet, hogy annak a nőnek mondjuk egy férfiasabb szerep és attitűd jutott, mert magas beosztásba jutott, sok pénzt termelt, azt, amit így a férfiaktól várnak elő, azt már mind önállóan előállította, ezért tőle félni fog néhány tutyimutyibb, vagy akár teljesen átlagos ember, és azt gondolom, hogy ahhoz az attitűdhöz, ami arra volt jó, hogy ő magasabbra jusson a ranglétrán, az is tartozhat, hogy neki már nem kell ez derogáljon. Férfiakat utasítgat napi, mint nap. Mm-hmm. Méghozzá olyan férfiakat, akik nagyon kívánják őt. Tehát most nincs semmi ok arra, hogy ő, de persze közben meg az is lehet, hogy a magánéletében pont az ellenkezőjét akarja megélni. Hiszen azt értjük, hogy az a nő, amelyik a munkahelyén, vagy az egzisztenciájában egy főnök, az azt igényli, hogy otthon viszont őt vessék alá. Hát legalábbis legyen hely, ahol egy kicsit gyenge is lehet, ahol őt pátyolgatják. Inkább a lelki oldaláról közelíteném meg. Viszont azt is gondolom, hogy az a férfi, aki vadász szeret lenni, aki egy kicsit ilyen macsóbb, aki egy kicsit vadabb módon gondolná azt, hogy nem férnek érkezik, hanem őt ott szerzi meg a nőket. Uh-huh. Ha felé nyitsz azzal, hogy elhívod randizni, számára annyira nem leszel vonzó, hogy lehet, hogy azt még elveszi tőled, hogy együtt töltsetek egy estét, de nem tervez veled, mert nem engedted az ő feladatát elvégezni. Na de ez nem baj, ugyanis te jobban hozzájutsz ahhoz, amit te akartál, te férjet akarsz, és ez az ember eleve nem volt az. Ezért nem baj, hogy elriasztottad azzal, hogy ő nem vadászkodhat, mert neked nem egy vadász kell, hanem egy társ. Jaja. És ennyi. Viszont a visszautasításról még beszéljünk, hogy szerint, ugye el tudom képzelni, hogy azért a férfinak jutott így a történelem során a visszautasításnak az elszenvedése, mert talán jobban fel tudja dolgozni. De ha egy emberrel van csak dolgod, akkor ott a férfinak a visszautasítástól csak ott az ismerkedésnél kell igazán tartania, aztán a kapcsolat során, bár a kabaré jelenetek inkább azt mutatják, hogy a nő az, akinek épp fáj a feje, amikor szexelni kéne, de szerintem a valóságban a kapcsolaton belüli visszautasítást, hogy nekem most nincs kedvem, a nők élik át többször. Ők azok, akik, és nekik számít többet, hogy igazán tetszem-e még. Igen, valószínűleg igen. 11-es pont.
sokat nem horgonyoznék ezen le, vagy itt le, mert hát hasonlít ahhoz, mint amit már egy korábbi pontban néztünk. Második randihoz esélyt adás, akkor is, ha elsőre nem annyira jött be a tehát fickó. Ez továbbra is ez egy praktika arra, hogy férhez jussak. Nem jött be valaki, ugye ez mind a 20 pont ezen a listán egy aktus azért, hogy férhez jussak. Vajon az a cselekedet, hogy én valakivel randiztam, és igazán nem tetszik, sőt, valami taszít benne, de azért találkozzunk másodszor is, mert hátszor itt az idő, meg mit fognak szólni a többiek, meg nekem annyira nem tetszik, de a Facebookon jól mutatna meg a kardigános karácsonyi fotón. Vagy egyszerűen jó, csak felnőtt ember vagy, aki számításba veszi azt, hogy igen, nem mindig sül el jól az első találkozás, lehetett a másiknak rossz napja, lehet, hogy ideges volt. Tehát nyilván, hogyha taszító a másik, akkor az már egy elég kétségbeesett lépés, hogy ennek ellenére újra találkozom vele, mert mindegy, hogy ki, és ő már legalább itt van. De ha nem ezt érzed, hanem csak nem volt meg hirtelen a csillámpón is szivárvány, hát na bum. Nem is tizenhat éves. Ahogyan itt a férjhez jutás méltóságának ezt a 20 kárhozati státuszát végigvesszük, és ahogy lépdelünk előre, úgy kéne azt éreznem, hogy egyre kétségbe esettebbek ezek a nők, és egyre mélyebbre hajolnak a jegygyűrűért, és hogy ez egyre cikibb, de én az ellenkezőjét még érzem. Még nem érzed így. Az ellenkezőjét érzem. Azt érzem, hogy ahogy lépdelünk előre, egyre felnőttebbek. Egyre inkább hajlanak arra, hogy a kezükbe vegyék a saját sorsukat. Egyre kevésbé a szempillarezektetésre bízzák magukat, és egyre inkább hajlandóak felnőttként, partnerként, kvázi férfiogon részt venni egy ilyen más helyzetben. Más a burkoló görbéje ennek a listának, mint a nőhöz jutás 40-es listájának volt. Azt gondolom, hogy itt nagyon egészségesek vagyunk. Ugyanakkor az, hogy adsz egy második randit annak, aki nem igazán tetszett. Abban benne van az is, amit pár ponttal ezelőtt kritizáltunk, hogy hát attól, hogy ő nem 185 centi, pedig te olyat akarsz, attól még ne küld el. Az tök jó, hogy adsz egy második esélyt. De itt jön az is, hogy kiegyezzel azzal, akit tulajdonképpen nem szeretsz, de mondjuk kifizet. A golddiggerkedés is el van rejtve ebben a 11-es pontban, hogy azzal folytatod rejtve a randik sorát, akit igazából te nem akarsz. Akkor pont azt akarod, akkor az első randi az nem sikerült rosszul, hiszen megtudtad, hogy a bankszámláján mennyi pénz van, és elégedett vagy azzal, amit megtudtál, ez egy nagyon jó randi volt. Arccal a kassza felé. Nagyon jól sikerült a randi, és az igazság az, hogy ott a randi minőségét azon méret, hogy hova visz, mennyibe került a vacsora számla, és hogy kifizette ki. Ha eddig szimpatikus és egyre érettebb volt a nő, akkor most szerintem már kezd kevésbé az lenni. 12-es pont. A szórokozó helyeken lebzselés, minősített esetben kiöltözve risszálás, bárpult támasztás és kétségbe esett figyelemfelhívás. Hát ez a kifejezett ismerkedő. De nem, ennél talán egyszerű, talán egyel egyszerűbb és egyel kevésbé megalázó oda menni egy férfihoz és ajánlatot tenni, nem? Hogy ne azért volt ez a pedig ezt azért csinálják, hogy megússzák a megaláztatást, hogy hát azért oda, mégsem megyek oda, inkább ülök a bárpultnál is, de ez már prosti tempó, félig. A riszálás és a szórakozó helyen való reménykedés, azt gondolom, hogy nem a férjhez jutáshoz fog kifutni, itt nem férjet fogsz találni, és utána meg máson fogod számon kérni, hogy hát húzza az idődet, miközben a saját idődet húzza. Ha férjet akarsz, akkor nem a szórakozó helyen fogod megtalálni. De hát én 5 éve lejárok péntek, szombat bulizni, berugok, riszálok. Nem ülök hát otthon, és mindig a tűsarkúba megyek, és ezek mindig csak azt akarják tőlem a rohadékok. Mint ahogy a 13-as pontnál a közösségi oldalakon pucsítós képek vég nélküli elhelyezése, ami talán azt gondolom, még gázabb egyel. A 12-nek legalább van valami. Ez a home office-ból riszálás. Oda viszi a húst, tudod, helybe viszi, de itt nem, hanem itt ilyen online megrendelésre appellál, meg a lájkokra. Netpincér. Netpincér. 14-es. Szerintem szugorhatjuk is a 13-ast. Járás során sírás és kiborulás mások esküvője miatt. Tehát itt már összejött, itt már együtt vannak, már van valaki,
De, még de nem az eléggé. Istennek nem akarja megkérni a kezed, ezért aztán te drámai pillanatokat élsz át, és hisztérikus rohamot kapsz, hogy már megint férhez ment egy barátnőm, és nem én vagyok az, már megint Józsi, te rohadék. De hogy ehhez miért kell a barátnődnek, tudod, te jegygyűrűt akarsz. Miért kell a barátnődnek jegygyűrűt kapnia ahhoz, hogy egy ilyen beszélgetést kezdeményezni tudjál, hogy hát te szeretnéd, hogyha ez a kapcsolat előre lépne, arccal az eljegyzés, az esküvő, a gyerekvállalás, a családalapítás felé. Tehát én csak ezt nem értem, hogy miért kell hozzá ez az alkalom. Ezt kihagytam, ezt a pontot, azt lehetett volna, mint egy normális. Mert kicsit normálisabb lenne. Aha, hogyha, mert nem abból indul ki, hogy a barátnőm elég jó, hogy gyűrűt kapjon, én meg nem, mint hogyha és ha a barátnőd nem esküszik, akkor tudod, akkor tulajdonképpen minden oké. Akkor tulajdonképpen jogos is, hogy még nem kaptál, hisz a barátnőt se kapott. Hát akkor keresel addig a barátnők között, ami valamikre nem tudod azt elmondani. Igen. Tehát, hogy először pasit keresel, és amikor megvan, akkor elkezdesz barátnőt keresni, hogy hisztizhess a gyűrűért. Lehet, hogy ennek van két szélső értéke. Az egyik az, hogy sose hozott szóba, viszont soha nem is kapod meg. 8 évig együtt van veled az a férfi, lehet, hogy fűvel, fával csal, hogy jól érezze magát, de a biztonságot te adod neki, meg te kiszolgálod, és ott vagy neki, amikor más nincs, és jól érzi magát, esze ágában nincs gyereket csinálni, esze ágában nem lesz megkérni a kezed. És van a másik, amikor lehet, hogy szerette volna, de te meg követelőzöl, és nem kell egy barátnő apropónak, hogy szóba hoz, hanem napi 3-szor, és már a szüleid is. És egyszerűen azt fogja mondani, hogy nézd, én azt nagyon szívesen tettem volna, életem vágya, hogy én a saját határozásomból téged váratlanul megkérdezzelek, de ha óránként szóba hozod, akkor nem lesz meg erre az alkalom. Nem is azokról beszéltem, akik tényleg őszintén elmorzsolnak egy könycseppet, mert már 8 éve együtt vannak a férfival, és fáj nekik, hogy még nem lépett előre, hanem tudjátok, ez a programszerű, tehát kedden és szombaton este 7-től 9-ig jön a sírós rész Facebook nézés közben. A férfiak azoknak a nőknek szeretnének, vagy annak a nőnek, így mondom, szeretnének gyűrűt venni, amelyik békén hagyja őket. Tehát egyszerűen erről van szó, hogy békén hagyja őket, és akkor amikor azt érzi, hogy ő köszöni, tök jól van, akkor hajlandó előre lépni egyet. De amikor azt érzi, hogy folyamatosan pusolva van, folyamatosan érzelmileg zsarolva van, folyamatosan presszió alatt van, akkor jogosan gondolja azt, hogy ez egy gyűrűtől nem fog megszűnni, hanem csak tárgyat cserél. Tudod, nem a gyűrű lesz a tárgya, hanem lesz egy új tárgya. És egy még újabb tárgya, és valójában minek veszek gyűrűt? A folyamatos szekálásnak. Uh-huh. Hát meg tulajdonképpen mi történik? Sarokba szorítja egyik fél a másikat. Mit csinál az az ember, akit sarokba szorítanak bármivel, mindenáron ki akar abból a helyzetből menekülni. Tehát senki nem érzi magát, komfortot. Vagy támad. Igen. Ellenáll, vagy kivonul. Igen. Az is lehet, hogy szakít, de az is lehet, hogy belemegy, és majd a gyereknek a születése után 3 hónappal fog ott hagyni faképnél, mert addig nem mert szólni, mert rettegésben tartottad. Nem tudom a többi férfi mit gondol erről, de én a Robihoz csatlakozni tudok. A nyugalom és a béke tartósan az ilyen kívánást eredményez. Nálam a bármilyen jellegű nyomás akaratom ellenére az ilyen azonnali bedőlés volt eddig. 15-ös pont, barátok és családtagok beszervezése a házasodási nyomásgyakorláshoz. De születésnapok során előre megbeszéltem, megkérdezi anyu apu, hogy na, mikor jön az esküvő? Na, készüljünk a lagzira? Gyerekkel mi újság? Ügynökök kiképzése, hogy elvégezzék azt a melót, amit én nem tudok elvégezni. Igen. Nekem valahol, meg külön ezen a listán nem szerepel, de valahol ebbe a kategóriába tartozik, amikor ugye násznépet csinálsz a családodból, pedig még a kezedet nem kér. Érték meg. Itt erről van szó, hogy kiszervez, outsourcoltad a nyomást, gyakorlást. Ide tartozik az, amikor férjet csinálsz a férjedből, pedig még nem az. Azaz elkezded varacskosítani, ráadod a sertésjelmezt mindenféle táplálással, hogy mi már együtt vagyunk, hogyha a Zoli 90 kiló helyett 119 lesz, akkor már nem lesz annyi kérője, és akkor kénytelen lesz itt maradni. Ja, értem már. Felhízlalod. Igen, ez a varacskosítás. Gondoltam, igen. És a másik ilyen, ami szintén egy ilyen ejtőernyő nélkül a gépből kiugrás a lakodalom felé fejjel, az, ha a saját baráti körödet, mint nő, elkezdett feladni, mert a Zolinak a barátai azok az új barátaid, és teljesen azonosulsz vele, feladod a te szociális hálódnak a jelentős részét, és amikor itt szakításra vagy majd akár válásra kerül sor, akkor el kell feleznetek a barátaitokat, pedig neked voltak sajátjaid.
Ugye elképzelem, ahogy a Zoli ettől kedvet kap. Tényleg most már együtt járunk mindenhova. Talán meg kéne kérnem a kezét. Itt már, jönnek ilyen nekem még szomorú kimenetelek. Lehet, hogy valaki ezeket még nagyon normálisnak tekinti, de tényleg azt érzem, hogy ez a 15-ös pont, ez röviden, ez az ejtőernyő nélküli gépből kiugrása biztosba. Az utolsó hajrá, amikor a hegymászó átugrik egy másik ilyen kiszögellésre, és akkor ha azt el tudja kapni, sikerült, ha nem, akkor meghalt. 16-os pont, érzelmi vagy szexuális, érzelmi és vagy szexuális zsarolás. Ez is párkapcsolatban, annak érdekében, hogy férj legyen, vagy apa belőle. Igen. Fáj a fejem, mert úgy érzem, hogy de nem a fejfájás csillapító csillapítaná a fejfájásomat, hanem a jeggyűrű. Tudod, ez a jeggyűrűtől elmúló fejfájás. Te engem nem is szeretsz, és semmibe veszel. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy még mindig nem kérted meg a kezem. Hogyan tudok akkor veled kedves lenni? Hogyan tudok veled akkor lefeküdni? Hogyan tudok akkor bárhova elutazni? Nem tudom, hogy milyen ötletek vannak. De ilyenkor a nők is úgy érzik egyébként, amit a teljes kétségbeesésben, hogy ha elmenekül ez elől a férfi, az is megoldja a helyzetet. Mert akkor legalább hogy mondjam, újra kint vagyok a húspiacon, újra kereshetem az igazit. Annak van jó oldala, de nem arról van szó, hogy várni nem akar, várni a semmire. Szerintem az, aki ezt csinálja, az nem gondol ilyenre, hogy majd legalább akkor újra kezdhetem. Azt tudom inkább elképzelni, hogy ebben már annyi melón van, meg annyi időn van ebben a Bélában, hogy most már akkor igenis kutya kötelessége, hogy rádáldoztam a fiatalságomat, veled töltöttem az elmúlt 4 évet, és még a hülye hobbiaidat is elkezdtem megszeretni. És tolerálom, hogy hisztál 32 kilót, mert mindig pörköltet adok neked reggelire, ebédre, vacsorára. Vagy csak simán ostadisznó vagy magadtól is. Igen. Van ennek az érzelmi, illetve szexel való zsarolásnak még egy ilyen testi zsarolás megfelelője, és ez a 17-es pont, amikor azzal keltesz félelmet, hogy hát igazából nem védekezzek, és hát most lehet, hogy teherbe estem most az utolsó után. Ugye nem baj? Jön a kérdés. De úgyis ezt akarjuk. Ja persze, hát már beszéltünk róla legalább egyszer. De ez nem történt meg, csak elkezdem a félelmet kelteni, vagy akár keresem az örömöt a másik szemében, mert nekem ez egy ilyen állandó természetfilmem, hogy azt nézzem, hogy férfiak hogy reagálnak arra a hírre, hogy a párjuk gyereket vár. És ennek már láttam a legszebb reakcióit és a legvisszataszítóbb reakcióit is. Igen. Hát filmen, de természetfilm, én ezt így gondolom. Azt írja a hallgató, kifelejtette Robi azt a sajnálatos esetet, amikor egy szép nő szép akar lenni, és elcsúfítja magát plasztikai műtétekkel, minek után jóval kevesebb esélye marad egy értékes és érett férfivel egy rendes párkapcsolatra. Hát igen, glam modell csinál magából, aki gyakorlatilag egy teljesen más katalógusban van, nem a házasodósban, hanem a házhoz hívósban. Geronazzo Mária. Jó példa ide talán. Mindenit, igen. Szép volt? Előtte? Aha. Nem tudjuk. Fiatalon lehet, de az még az 1960-as évek volt, hogy ő nem volt elégedett magával, az szinte biztos, és hogy a műtét után elégedett volt magával, az meg már úgy gondolom, hogy egy pszichés problémát jelez. Csinált magának egy mentőmellény nagyságú mellett, egy óriási kacsaszájat, és végül is sikerült is pornóban szerepelnie végül. Tehát azt gondolom, hogy ez volt a cél. Ebből ez következik, és nem az, ha amennyiben férjet szerettél volna, mert ha ő felnőtt filmekben akart játszani, akkor a helyes utat választotta. Egy nőnek csak 2 dolgot kell tenni ahhoz, hogy férfihoz jusson a hallgatónk szerint. 1. Mozduljunk ki a lakásból. 2. Ne legyen olyan visszataszító, mint a világháború. Ez pont így van. Ez pont így van. Fogadjunk egy férfi érte. Nem tudjuk, de úgy érzem. Robi is a második pont után ennyit mondott be, hogy és ennyi. Igen, csak mindig ott siklunk el ezen az úton, hogy mi a cél? Tehát lehet, hogy elég megszületnie és kilépnie a lépcsőházba vagy az utcára ahhoz, hogy valaki haza akarja őt vinni aznap estére, csak amiről most beszélünk, az nem az, hogy valaki felszedje őt, vagy ő felszedjen valakit 24 órára, hanem hogy a következő 24 évre. A nőket a biológia kényszeríti, hogy az alfát akarják, és a biológia adta véges idő kényszeríti jelentős kompromisszumokra, rettenetes csapda, írja ötletembe. Így van.
Igen, hogy két irányból vagyunk beszorítva, hogy ugye megint azt mondom, hogy játék szenvedélyé is válhat, hogy ugye a legjobban akarok járni, de van egy homokóra. Meg tudod, mi a súlyos probléma? Ez a szerelemeszmény, ami az alkalmas partner minősége. Hogy a birtoklási ösztön az kiáradjon, az őrgyöngő fokúvá váljon, hogy tudni akarjam, hogy hol van éppen most, miért nem hívott már fél órája, nem csönk ki, vagy nem veszi föl. Nyilvánvaló, hogy valaki éppen rajta fekszik. Nyilvánvaló, hogy vagy ami még rosszabb, valakik rajta fekszenek. És ez lett az alkalmasságnak az egyetlen faktora. Holott én azt hiszem, hogy amikor az ember 30 évre választ egy partnert, tényleg egy életre, úgymond egy életre, de akkor most hagyjuk a 30 évet, 18 év felnevelni egy gyereket, de minimum 16. Mondjuk ez már a többszöröse egy átlagos párkapcsolat időtartamának. Amikor ilyen hosszú időre választasz partnert, nem két évre vagy három évre, akkor talán nem erre az ösztönszerű, örjöngő birtoklási vágyra kéne hagyatkozni, hanem mondjuk olyan szempontokra, mint a barátság, a tisztelet, a közös értékrend, a közös ízlés, a közös érdeklődés, meg annyi szempont, ami sokkal fontosabb, hogy te el tudjál egy másik emberrel 15 évet tölteni, mint az, hogy az első egy-két évben annyira nagyon akartad őt, hogy nem tudott kilépni a házból anélkül, hogy ne szálljál rá, hogy ne zaklassad SMS-ekkel, vagy ne hívjad. Tehát, hogy önmagában az a baj, hogy ez egy rossz referencia, amit legyártott nekünk a kultúra. A romkomok, a popszongok azt a referenciát gyártották le, hogy az, akiért az első néhány évben ilyen örjöngő módon, ilyen birtoklási hisztériában vagy oda, az az alkalmas partner, és az az alkalmas arra, hogy fölnevelj vele egy gyereket, vagy összebútorozz vele 15 évre, holott egyáltalán nincs így, sőt. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en. Azon a listán megyünk végig, ami lépésről lépésre egy teljesen egészséges komfortzónából, a lakásból való kilépéssel indult, és arra irányul, hogy egy egyedülálló nő párt és férjet találjon, aztán később folytatódott ez a lista ott, ahol már egy párral rendelkező nő férjet varázsolhat abból a párból. Hol fogy el a türelem, az is kérdés, ugye, hogy fél évnél, egy évnél nem biztos, hogy kell már ezen lovagolni, de amikor 7 éve együtt vagytok, és nem kérte meg a kezed, akkor ott felmerülnek azért kérdések. És hát most már ennek a 20-as listának a vége felé járunk, következik talán a 18. pont, ahol a Robi az előbb megfogalmazta, hogy ő azzal az elvárással hallgatja ezt a listát, és lépeget rajta végig, hogy azt hitte, hogy a felénél már valami nagyon gáz dolgokat fogunk hallani, és mégis úgy érezte, hogy egyre felnőttebb dolgokat tesznek, hogy vállalják, hogy kitetszik nekik, és elhívják egy randira, amiről azt gondolt, nyilván a ragadozóknak nem lesz vonzó, hogy nem ők vadásztak le, de férnek nem egy ragadozót szeretnél, vagy azt a ragadozót te nem ragadozóként szeretnéd férnek. Egy darabig így is volt, hogy mentünk fölfelé egy érettségi listán. Most már sötétebb mellékutcákba kanyarodtunk, például 18-as pont, az öngyilkossággal fenyegetőzés. Hát ez már ez majdnem a legalja, de azért még lesz ennél lejjebb. Tehát nem bírom ezt így tovább, én Isten bizony most fölvágom az ereimet, hogyha nem változtatunk ezen. Bármi nemű helyzetben egyébként az öngyilkossággal való fenyegetőzés azt szerintem olyan szinten bicskanyitogató és vérlázító, hogy ez megbocsáthatatlan. De közben ketté kell választani, mert lehet, hogy mondjuk
én, ha öngyilkossággal fenyegetőznék, azt nem lehet komolyan venni. Én soha nem fogom magamat megölni, nem vagyok rá képes. Viszont van az emberek, lehet, hogy ma 20, lehet, hogy a 40%-a, aki kapcsolaton kívül is, meg egy egészséges kapcsolatban is időnként küzd azzal a gondolattal, hogy az életét be kellene fejeznie. Na most én azt gondolom, hogy aki ilyennel fenyegetőzik, annál ez minimum megkérdőjelezhető. Tehát aki valóban olyan mélyen van, hogy ő ezzel komolyan foglalkozik és gondolkozik, az megcsinálja. Szerintem nincs ilyen világ. Ne bátorítsuk senki. Nincs ilyen világ. Nem, semmiféleképpen ez az elképzelésem. Biztos, hogy gusztustalan dolog az öngyilkossággal fenyegetőzni, de szerintem egy valami helyre hozhatja egy öngyilkosság. Tudod, amikor a... Mi? Hát most, bocs, de amikor azt mondod, hogy ez egy gusztustalan dolog öngyilkossággal fenyegetőzni, nyilván azért gusztustalan, mert manipulálni akarsz vele, mert eszedbe sincs öngyilkosnak lenni. Igen, de miután öngyilkos lettél, már nem teljesen jogos felhozni ezt, hogy így volt pofája fenyegetőzni öngyilkossággal az öngyilkossága előtt. Tudod, hát arról van szó, hogy a József Attila nem egy és nem két versében az öngyilkossága előtt megírta, hogy öngyilkos lesz. Kvázi segélykiáltás gyanánt. Kétségbe esetten kapálózott, hogy mentsetek meg. Okay. És nem mentették meg, és a József Attila öngyilkos lett. Nagyon jó lenne, ha lenne egy ilyen világtörvény, mint amiről beszélsz, hogy aki fenyegetőzik, az nem lesz öngyilkos, de sajnos ennél bonyolultabb a képlet. Valóban igazad van, és ez egy nagyon leegyszerűsítése volt, tényleg ezt most revidálom. Viszont aki valóban fenyegetőzik, aki ezt zsarolásnak, aki ezt eszköznek használja, újra meg újra, uram bocsá, én azt tettem ide a 18-as ponthoz, és mindannyian tudjuk, hogy van ez a kör, van ez a... Egyébként ez azt sem tudom, hogy ez nőkre, férfiakra milyen arányban jellemző, az is lehet, hogy sosem lehet tudni, csak ez a veszélyes benne, és ők ezzel élnek vissza. Hogy sosem lehet tudni, nem tudhatod, még hogyha mondjuk 10 esetből csak egy olyan van, amelyik meg is teszi, és 9 olyan, amelyik csak fenyegetőzik ezzel, nem tudhatod, hogy mikor futsz bele abba az egybe, de amikor valaki öngyilkossággal fenyegetőzik, és így megrántod a válladat, hogy hiszem, ha látom. Na de pont ezért gusztustalan, ha valaki pusztán fenyegetőzik vele, miközben magam sem gondolja komolyan, mert visszaérsz a másiknak pont ezzel a gondolattával. Tehát ki az az ember, aki erre vállat von? Ki az, aki azt mondja, hogy jót csinál? De ez is a kétségbeesést mutatja, tudod? Hogy ez is a, hát amikor már valaki az öngyilkossággal fenyegetőzik, gondolj bele, milyen mértékben függ a másiktól. Gondolj bele, hogy milyen mértékben. És ő ott akkor, amikor azzal fenyegetőzik, ő nem abban a hiszemben fenyegetőzik, hogy most jól megmanipulálom azzal, hogy megfenyegetem öngyilkossággal, de hogy akarok én öngyilkosni, hanem ő akkor érzelmileg belehajtja magát abba, hogy ő tényleg képes lenne rá. Egy ilyet akkor lehet jól előadni, ha te magad is elhiszed, hogy úgy van. Na most az a helyzet, mondjuk, hogy vannak a nem szuicid emberek, akik ha azzal fenyegetőznek, hogy megölik magukat, az valójában egy erőszak annak a részéről, aki ezzel fenyeget, és nem gusztusos, és ez nem fog megtörténni. Ráadásul most ilyen hülyén fog hangozni, de megbántja azokat, akik valójában tettek már kísérletet arra, hogy befejezzék az életüket, nekik ezzel tényleg mindennapos gondjuk Igen. van. Ezzel szemben egy olyan ember, akinek tényleg, aki depresszióra hajlamos, és voltak már olyan mély pontjai, ahol ezen gondolkodott, az ő esetében viszont tényleg segítséget kell nyújtani, de nem egy embertől kell az a segítség, nem kell elszigetelned magad annyira, hogy csak az az ember létezzen, aki segíthet, aki majd feleségül vesz, és a segítség nem az, hogy feleségül vesz. Úgyhogy az egész szituációban van egy tévedés, és valahol azt érzem, hogy bár ezek az emberek segítséget érdemel és szeretetet is érdemelnének, ezt a szeretetet több helyről is be kell tudniuk szerezni, nekik aztán pláne fontos, hogy több pilléren álljon az életük, és az a lehetőség, hogy újra és újra megszerethessék magukat, miután egy kicsit megint megutálták magukat. És nagyon fontos lenne, hogy ezt fölismerje legalább a gyereket a környezetük, hogy itt valamiben segítségre van szükség, hiszen valóban sokszor, akinek komolyan ilyen gondjai vannak, küldi ő a jeleket, így vagy úgy, hát aztán vagy észreveszik, vagy nem. Annál nyomorultabb annak az egynek a helyzete, amennyiszer az a 9 fedezet nélkül fenyegetőzik az öngyilkosságával, tudod? Igen. És akkor itt van az az egy, amelyik kétségbe esetten az öngyilkosság elől küldi ezeket a vészjelzéseket, és benézed annak a 9-nek. Igen.
Nem is a 20-as helyre raktam, nem véletlenül, és még csak nem is a 19-esre. 19-es, ami szerintem még egyel gázabb, te mi valamit szerte van mondani, igen, 18-ashoz, igen. Bocs. Az, hogy az az ember viszont, aki azt mondja, hogy jó van, csináld, az az ember, az megkapta a lehetőséget, hogy megismerje, hogy kinek mondja ezt, hogy csinált. Hogy egy olyan embernek, aki valójában általában rendben van magával, és épp egy zsarolásba torkolott, és lehet, hogy ennek a kapcsolatnak itt kellene legyen a vége. De ha ő tudja, hogy egy olyan embertől kapja ezt, aki ezt már megtette magával, és ennyit tud mondani, hogy jól van, csináld, azt gondolom, hogy ez egy világos jel arra, hogy ennek a kapcsolatnak véget kellene vetni, és igen, itt válik igazán bűnné az, hogy a 18-as pontban szereplő fiktív nő ennek ellenére ezt az embert akarja a férjének. Hát ez egy probléma. Ezekben a pontokban itt már nem kapcsolatról beszélünk, szerintem itt már egy rögeszméről beszélünk, tehát itt ez már egy megszállottság valószínűleg a nő részéről, hogy teljesen mindegy, hogy milyen motiváció mentén ragaszkodik éppen ahhoz a Xavierhoz, de nem tud erről az emberről lekattanni, és így tudunk eljutni a 19-esig, ahol képes azt hazudni, hogy ő terhes. Tehát már nem csak azt mondja, hogy jaj, elfelejtettem bevenni a tablettát, hanem azt mondja, hogy hát, van egy jó hírem, gyermekünk lesz. De nem lesz. Ugye örülsz, de nem lesz. Nem lesz, csak ő ezt valószínűleg akkor még eljátsza majd később a behazudja, hogy gyűrűt kapjon, uh-huh, és utána eljátsza a vetélést, uh-huh, amiután megvan a gyűrű. Igen. Hát elég aljas. Gusztusos. Ja. Hát és akkor arról nem beszélve, amikor valaki, és nálam itt volt a 20-as pont, nekem ez a legalja, amikor valóban teherbe is esik. Anélkül, hogy a másikat egyébként ebben a döntésbe bevonta volna. Ja, pedig bevettem a tablettát. Hát hogy történhetett? Aha, igen. Hát én nem is értem. Legyen már itt egy nőgyógyász, amelyik elmagyarázza, milyenek ezek a tabletták, milyen minőség ez. De hát úgy szeretjük egymást most, akkor ez a 18 év, amíg a gyereket felneveljük, ez tök jó, nem? Olyan nagy baj, hogy a konyhai ollóval bontottam ki az óvszert, és a felénél vágtam ketté. Lehet, hogy egy picit megsérült. És ez tök jó, mert ezzel végül is egy füst alatt mindenkinek az életét el is kaszálta. Tehát sikerült összehozni egy gyereket egy boldogtalan kapcsolatba, sikerült magához láncolnia egy férfit, akinek hát nem ez volt, úgy tűnik, élete célja. Sikerült egy nem túl boldog kapcsolatban a gyereknek is megalapoznia a várhatóan nem kifejezetten harmonikus életét, és nem hiszem el, hogy ő saját maga boldog, mert lehet, hogy ki van pipálva a gyűrű, tényleg ő boldog lesz abban a kapcsolatban, ahol minden pillanatban eszébe fog jutni, hogy ezt ő csikarta ki egy nem, a másik által nem kíván gyerekkel. De a rögeszme pont elértelmetleníti ezt a kérdést. A rögeszmének az a lényege, hogy kapjak gyűrűt ettől a férfitől, és akkor boldog leszek. Nincs több feltétele, ettől rögeszme. A következő osztály találkozom, már én is elmondhatom, hogy angol szakon diplomáztam, van egy férjem és két gyönyörű gyerekem. Tehát, ha ilyen kifinomult referenciáim lennének, hogy én azért nem szeretném kizsarolni azt a gyűrűt, akkor már az azt jelenti, hogy nem vagy rögeszmés. Az azt jelenti, hogy vannak azért bizonyos szempontok, amik legalább az emberi méltóságod, amit megőrizve szeretnél gyűrűt kapni. Vagy sehogy. De hogyha valakinek ennyire erős rögeszméje van, akkor nem lehet, hogy utána keres magának úgyis egy másikat. És a másik alatt nem egy másik férfit értek, egy újabb rögeszmét. Keres magának egy újabb rögeszmét, igen, keres magának egy újabb rögeszmét, csak közben elfogynak a petéi. Tudod, a probléma az, hogy egy nő az véges mennyiségű zsetonnal játszik. Én most nem erről beszélek, ki van pipával, megvan a gyerek, amit ugye ő hát rosszul bontotta ki az óvszert, vagy nem vette be a tablettát, megvan vagy az, amit ő akart. Vagy a szemetesből, és utána jelentkezett telefonon, hogy Józsi, hát tavaly emlékszel, hogy volt valami, Józsi elküldi a Francba, akkor fölhívja a Petit, hogy hát Peti, emlékszel, tavaly volt valami, amit nem jön valaki. Érdemes azt fölhívni, akinek az óvszerét kiszedt a szemétből, mert az apasági vizsgálat az minden kétséget kizáróan igazolni fogja, hogy az ő gyereke, aztán jöhet a gyerektartás. Uh-huh. És ez szerintem ez szexuális erőszak. Tehát, hogy az, hogy egyébként a szexnek a célja valósul meg vele, lesz egy gyerek.
Csak szexuális erőszakot követtél el azon a férfin, mert lett egy családja, amiről ő fél, hogy nem tud gondoskodni, vagy fél, hogy téged nem szeret. Kap egy gyereket, akit valószínűleg nem tud úgy szeretni, mintha másra sem vágyott volna. A gyerek kap egy apát, aki lehet, hogy nem lesz jelen az életében, és kap majd egy csúnya válást, vagy állandó vitatkozást, vagy állandó otthoni feszült helyzetet, amiből gyakorlatilag majd nem következik az a lehetőség, hogy ő magát szeretni tudja. Itt már nem tudjuk, hogy a jó hír vagy rossz hír, hogy az apja nem lesz jelen az életében a gyereknek. Na igen. Lehet, hogy az a jó hír. Hát igen. Igen. Hisz nem akarta őt az apja. Azt mondta Robi az előbb, hogy így legyen már annyi méltósága, hogy akkor itt kilép a kapcsolatból, és akkor keres egy másikat. De hát pont erről szól ez a lista, hogy ugye a férhez jutás méltóságának a 20-as listája itt már elveszett. Igen, csak ez is nagyon érdekes, hogy amikor a 40 kárhozati státuszból álló férfi listát ismertettük, akkor az a nőhöz jutás, az a szexuális aktust jelentette. Uh-huh. Ez meg itt az életre szóló szövetséget jelenti. A nő ennek érdekében ismerkedik, míg a férfi meg amannak az érdekében ismerkedik. A nő ennek érdekében hazudtolja meg, hazudik magának és másnak, a férfi pedig a másik érdekében hazudik magának és másnak. Van egy nagyon szép összecsengés mind a kettőnek a végén, hiszen tulajdonképpen mind a kettőnél eljutottunk odáig, hogy így vagy úgy, de elveszed a másik félnek a szabadságát. Itt elveszed a másik félnek a következő 18-20 évét. Azért veszed el a döntési szabadságát, pedig, tudod, esetben pedig eljutottunk oda, hogy akár egy, nem tudom, becsinázással, elrablással, Isten tudja, hogy mivel, konkrétan elveszed fizikailag a szabadságát. Tehát a végső elkeseredés, a nulladik pont, vagy legteteje, vagy nem tudom, legalja, az mind a kettőnél az volt, hogy károsítod a másiknak a szabadságát. Megtapasztaltam, hogy mire megy a szabadságával. Megtapasztaltam, hogy mire használja azt a nagy szabadságát. Más nők után futkos. Ezt a szabadságát vettem el tőle? Hát bocsánat, én kérek elnézést. Nem tudom, hogy ezen a listán hol kellett volna érintenünk azt, ami engem egyébként a legjobban zavar, és itt tudod, a 20-as pontnál én a férfit érzem áldozatnak, és azt érzem, hogy ő lett nagyon csúnyán becsapva, és az élete lett elvéve, mert egy másik életet kapott, mint amit ő szeretett volna. És egyébként a nő is egy másik életet kap itt, mint amit ő szeretett volna, mert nem őszintén, nem a megfelelő embertől jött az erőszakkal elvett hát gyerek. Meg a gyerek is, aki nem feltétlenül így kellene, hogy fölnőjön. Viszont lépten nyomon előfordul, hogy valaki saját magával szemben követel sértést, saját magával követel erőszakot azzal, hogy olyan kapcsolatban marad benne, olyat visel el, ami erőszakos, és azt állandóan felmenti, amihez állandóan hozzáteszi, hogy hát megérdemeltem, mert feleseltem, ami egy szenvedéssel Stockholm és boldogtalansággal való állandó napi szintű kiegyezés, ahol saját magadból lassan áldozatot faragsz. Erről beszélgettünk idefelé, és azért nem vettem ilyesmit bele ebbe a listába, mert ez egy beteg állapot. Tehát itt mind a két fél, az is, aki elviseli az ilyen típusú agressziót, meg az is, aki okozza. Jó, az de is, ez aki mit okozza... számít abból a szempontból, hogy a szenvedés mértéke ugyanannyi? Tehát akkor rajtuk nem kell segíteni? Ez nem a férhez jutásról szól, ezek a típusú emberek, ezek általában véve a kapcsolataikban olyan férfiak, vagy akár olyan barátok mellett kötnek ki, mindenféle emberi kapcsolatukra igaz, ahol őket bántalmazzák, akár fizikailag, akár pedig verbálisan, vagy lelkileg, vagy érzelmileg. Tehát ez egy sokkal komplexebb. Itt szerintem egyáltalán nem arról van szó, hogy lesz-e férje, vagy nincsen. Itt egy nagyon komoly önbecsülési kérdés van, egy nagyon komoly olyan munka, amit egyébként pszichológusra kellene rendbe rakni. Megjegyzem a másik félnél is, aki ebbe a játékba belemegy, és aki szépen lelkesen el is végzi a bántalmazónak a szerepét. Hát ezt már nem pszichológussal, ehhez orvos kell. Nem egy életvezetési probléma, amit most itt meg kell oldani, mert most egy kicsit életközepi válságom van, vagy valamilyen, de súlyos
személyiségzavarról van szó, és évtizedek terápiás munkája kell ahhoz, hogy valaki ebből ki tudjon jönni. De nem adhatjuk föl itt annyival, hogy hát ez egy betegség, mert ha ez betegség, akkor ez népbetegség. Tehát a kizsákmányoló egyik fél, és a magát áldozatként napról napra ott oda kínáló másik fél, ez szerintem ez tömeges. Ha ez az állapot szorul pszichiátriai kezelésre, vagy hogy úgy mondjam, orvosi kezelésre, akkor a pszichológusra nagyjából a 16-os szorult, az érzelmi zsarolás és a szexuális zsarolás. Vannak fokozatai az, hogy egy kapcsolatban... De az nem szép dolog, de azért arra nem kell gyógyszert. Az, hogy egy kapcsolatban nem egyenlőek az erőviszonyok, az, hogy mondjuk feszült időszakokban olyat is mond egyik fél a másiknak, amit talán nem kéne, nem úgy gondolta, ezek természetes részei tudnak lenni egy kapcsolatnak. Az, hogyha már ennyire eltorzul, akkor azért az nem tömeges. Tehát ott, és semmiféleképpen nem az a célja, hogy gyerek legyen belőle, vagy házasság legyen belőle, ott egy személyiségi játszma, játék van, ahogy az előbb említettem, nagy valószínűséggel megjelenik ez más területein is az illető kapcsolatainak. Nem csak a párkapcsolatában. Gondoljátok végig ezt a 20-ast, ha gondoljátok. Mi köszönjük, hogy zavartunk. Ez volt már az önkényes mérvadó. És ez a vége. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Juliant és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.